Ünnepel az Unió, az 50 évvel ezelőtti zászlóbontásra emlékeznek Berlinben. Megszorítások után fegyelmezettség. Gyurcsány Ferenc szerint a nehéz időszak végéhez közeledik a kormány. Rossz a módszer, az SZDSZ nem támogatja az elvárt adó bevezetéséről szóló javaslatot. A Hírstúdióban Barkó Judit várja Önöket. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Holnap ünnepli 50. születésnapját az Európai Unió. Az ünnepségek Európa szerte megkezdődtek, az EU vezetői pedig holnap Berlinben közös nyilatkozatban tesznek hitet az integráció mellett. A nyilatkozat végső szövege egyelőre ismeretlen. Az Unió német elnöksége emiatt számos bírálatot is kapott. A berlini nyilatkozatról jelenleg annyit tudni, hogy várhatóan rövid lesz. Terjedelme nem haladja meg a 2-3 oldalt és 5 részből áll majd. Összegzi az elmúlt 50 év eredményeit, várhatóan kitér az európai megosztottság megszűnésére, felsorolja az alapértékeket és a megoldandó feladatokat, különös tekintettel az unió működését biztosító intézményi reformra. Az újraegyesült Európának első alkalommal van módja, hogy együtt ünnepelje a szabadságot, a békét és a szolidaritást. Ez az oka annak, hogy nem vagyok pesszimista. Magyarország elsősorban a közösség nyitottságára és a nemzeti kisebbségek jogvédelmére utaló mondatokat szeretne viszont látni a dokumentumban. Utóbbi azonban várhatóan nem kerül majd be, mert a tagállamok körében nem talál támogatóra. A nyilatkozatot egyébként a kiszivárgott hírek szerint a tagállamok vezetői nem látják el kézjegyükkel. Nevükben a német kancellár, mint az EU soros elnöke írja alá, az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnöke mellett. Ünnepi csúcs találkozót tart az Európai Unió szombaton és vasárnap Berlinben. A 27 tagállam vezetői, köztük Magyarország képviseletében Gyurcsány Ferenc miniszterelnök arról emlékeznek meg, hogy pontosan 50 évvel ezelőtt, 1957. március 25-én született meg a római szerződés. Ma délután részt vettek a berlini filharmonikusok hangversenyén, este pedig a német államfő látja őket vendégül. Az évforduló alkalmából rendezett EU csúcs hivatalos része holnap délelőtt kezdődik a Történelmi Múzeumban, ahol az állam és kormányfők megemlékeznek a római szerződésről, majd pedig az épület legimpozánsabb szárnyában sor kerül a berlini nyilatkozat ünnepélyes aláírására. Azonban nem csak a politikusok számára rendeznek emlékezetes programokat, hanem az átlagpolgár számára is, így a berlini múzeumok hajnalig nyitva lesznek, és akiket a képzőművészet kevésbé vonz, azok ingyenesen megnézhetik a brandenburgi kapunál felállított óriási színpadon Gianni Nannini-től kezdve Joe Cockerig kedvenc pop vagy rock énekeseiket. A berlini megaprogrammal az uniós vezetők ellensúlyozni próbálják azokat az érveket, hogy az EU eltávolodott a választópolgároktól. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és kísérete délután érkezett Berlinbe. A kormányfő, akit a közelmúltban választottak meg az MSZP elnökévé, részt vette az Európai Szocialista és Szociáldemokrata pártok vezetőinek szokásos, az EU csúcsokat rendszerint megelőző konferenciáján. Hasonló konferenciát tartottak az Európai Néppárthoz tartozó konzervatív pártok vezetői is. A tanácskozáson magyar részről Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, egyben a Néppárt egyik alelnöke, továbbá Dávid Ibolya, az MDF elnöke vett részt. Gyurcsány Ferenc szerint a következő években már nem megszorító, hanem csak fegyelmezett költségvetésre lesz szüksége az országnak. Az MSZP választmányi ülésén a kormányfő azt mondta, pártja elég érett ahhoz, hogy miután végrehajtja programját, eredményesen készüljön föl a következő választásra. A kormányzás legnehezebb időszakának végéhez közeledünk. Gyurcsány Ferenc így foglalta össze mondani valóját az MSZP választmánya előtt, amely ezúttal már egy konferencia központban és nem a köztársaság téren tartotta ülését. A miniszterelnök szerint lezárult a kiigazítás politikájának és az egészségügy reformjának legtöbb konfliktussal járó szakasza. Végéhez közelednek a tárgyalások az új Magyarország fejlesztési terv kereteiről, az MSZP-ben pedig elindult a pártreform. A kormányfő az egészségügy átalakításával kapcsolatban azt mondta, a gyógyítást nem befolyásolja, ha egy kórház tiltakozásul az átalakítás ellen nem köt új finanszírozási szerződést a biztosítóval. Minden olyan a nap, amikor egy közepes kórház ezt nem teszi meg, az önkormányzat a saját költségvetéséből vállal plusz kötelezettséget.
Egy közepes méretű kórház esetében ez körülbelül 20 millió forint havonta, tette hozzá. Az unió elődjét létrehozó római szerződés 50. évfordulója alkalmából a kormányfő megerősítette, az MSZP osztja az EU értékrendjét és elkötelezett a nyugat-balkáni országok csatlakozása mellett. A Fidesz szerint az utóbbi időben megjelent közvéleménykutatásokból egyértelműen kiderül, hogy az emberek a kormány munkájával egyre elégedetlenebbek. Schmidt Pál, a legnagyobb ellenzéki párt alelnöke szerint ezt támasztja alá, hogy a kabinet reform lépései közül a kórház privatizációt, a tandíj és a vízidíj bevezetését csupán a választók 8-10%-a tartja helyesnek. Schmidt Pál elmondta, a kutatások szerint ma csak az emberek 26%-a szeretné, ha minden úgy maradna, ahogy most van, míg a döntő többség új miniszterelnököt, új választást vagy szakértői kormány megalakítását tartja kívánatosnak. A Gyurcsány Ferenc vezette kabinet politikáját 2007 tavaszán mindössze minden ötödik magyar ember tartja támogatásra érdemesnek. A politikus szerint ezek a statisztikák megkérdőjelezik a reformok legitimitását, azok irányát, egyúttal visszaigazolják a Fidesz politikájának helyességét, vagyis hogy népszavazást akarnak kiírni az emberek életét meghatározó kérdésekben. Schmidt Pál úgy vélte, borítékolható a párt népszavazási kezdeményezéseinek végeredménye. Nem támogatja jelenlegi formájában az elvárt adó bevezetéséről szóló javaslatot az SZDSZ, jelentette be Kóka János a liberális gazdasági tanácsülése után. A gazdasági miniszter hangsúlyozta, az adóbázis szélesítésének elvével egyetértenek, de annak módjával nem. Kóka János szerint még mindig jobb, ha csúszik az elvárt adó bevezetése, mintha olyan közterhet róna ki, amely nem méltányos. A liberális politikus hozzátette, a pénzügyi tárca által várt 60 milliárd forintos bevétel teljesítése ebből az adónemből eleve kétségesnek tűnik. Kóka János úgy vélte, a szakmai szervezetek bevonásával társadalmi vitára lenne szükség a kérdésben, mivel ma 320 ezer társas vállalkozásból mindössze 120 ezer fizet az államkincstárnak. Nem tudjuk támogatni az elvárt adó bevezetését, mert úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül teljesíti a méltányos közteherviselés és a vállalkozói jövedelmek kifehérítésének alapelveit. A kormány egyébként jövő szerdán tárgyal az elvárt adó utódjáról, amit július 1-jével vezetnének be. Mint ismert, az Alkotmánybíróság február végével semmisítette meg a papíron veszteséges vállalkozásokra kivetett adót, ami így mindössze 2 hónapig létezett. Az Alkotmánybírósághoz fordul az adatvédelmi biztos a vízidíj ügyében. Péterfalvi Attila szerint ugyanis alkotmányosan aggályos, hogy a 20. orvoslátogatás után a visszatérítendő összeget tartalmazó nyugták egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat tartalmaznak. Ez pedig az orvoson és a betegen kívül nem tartozik másra. Aki egy évben 20 alkalommal már befizette a vízidíjat, az ezen felül fizetett összeget visszakaphatja, így rendelkezik a törvény. A visszatérítés azonban nem az egészségügyi ellátóhálózatban történik, pedig a nyugták a beteg állapotáról is árulkodnak. Ezt kifogásolja Péterfalvi Attila is, aki szerint sérül a betegek joga. Más módon kell megoldani a visszatérítést, olyan módon, hogy az egészségügyi adatok, illetőleg egészségügyi állapotra vonatkozó következtetés maradjon az egészségügyi ellátóhálózaton belül, és egy illetéktelen idegen személy, az én szempontomból én úgy gondolom, hogy a jegyző mindenképpen ilyennek minősül, ne ismerjen meg ilyen adatokat. Ez a Nógrád megyei házi orvos azt mondja, az adatvédelmi jogokat már azt sérti, hogy október óta részletes betegforgalmi jelentés készül minden orvos-beteg találkozóról. Sok páciense kéri, hogy inkább 4 szem közt beszéljenek a problémákról, és ne készüljön erről feljegyzés. Ez a rendszer olyannyira belemászik az orvos-beteg viszonyba, ami romboló és rontó hatású, ami ellen a leghatározottabban tiltakoznunk kell, mert rontja és tönkreteszi ezt a kapcsolatot, ami feltétele a gyógyulásnak. Szabó Gergely attól tart, hogy a betegek nem merik felkeresni orvosukat a kényes problémákkal, nehogy kiszivárogjanak a rendelőből a bizalmas adatok. Március 30-án este 8 órától reggel 6 óráig virrasztást tartanak a Nemzeti Színházban a tragikus körülmények között elhunyt Kaszás Attila színművész emlékére. Temetésének helyét még nem hozták nyilvánosságra. Jordán Tamás igazgató elmondta, a Jászai díjas művészt a Vígszínház és a Nemzeti Színház is saját halottjának tekinti.
Kasszás Attilát hétfőn este szállították kórházba, miután összeesett a 12 dühös ember című darab próbáján. A halál oka születési rendellenesség okozta agyvérzés. Az orvosok szerint az agyat borító lágy agyhártya és az agy felszíne közötti érfalának megrepedése okozta a tragédiát. Feltételezhető, hogy már a legelején, amikor megtörtént a vérzés, akkor olyan agyi központok sérültek, amelyek az életet végzetesen befolyásolták. És ennek következménye volt ez a gyors, tragikus lefolyású esemény. A főigazgató hozzátette, a színész életét akkor sem lehetett volna megmenteni, ha a műtőasztalon következik be az agyi sérülés. Mentő kivételes sebességgel érkeztek meg, és nagyon-nagyon gyors, szakszerű és jó munkát végeztek. Tehát igazán köszönettel tartozunk a mentőszolgálatnak, mert rajtuk nem múlt semmi sem. A Nemzeti Színházban március 30-án este 8 órától reggel 6 óráig virrasztást tartanak, ahol filmvetítéssel, gyertyagyújtással emlékeznek Kaszás Attilára. Ismét árvíz pusztít Romániában. A heves esőzések következtében 10 megye 38 települését öntötte el az ár. 800 hektár mezőgazdasági terület víz alatt van, 21 kilométer országutat és 38 hidat rongált meg a víz. A Sepsiszentgyöltől 20 kilométerre lévő Dobolló község területén 40 személyt kellett kiköltöztetni. 20 házat elöntött az ár, több hektár termőföld víz alatt van. Minden esztendőben legalább egyszer ez történik. Egy közepes teljesítményű pompa megoldaná a problémát, de eddig még csak ígéreteket kaptunk. Nem fogják elhinni, de az a kisebb tenger, amit láttak a képeken, az ennek a kis gyűjtőcsatornának a vize. A csatornát a folyótól egy zsirip választja el, amit a folyó vízszintjének növekedése automatikusan bezár, és a csatorna vize szétömlik itt a réten. A falubeliek szerint azért tervezték az 1980-as években így ezt a rendszert, mert ezt a települést több száz társával együtt a Ceausescu rezsim halálra ítélte. A Duna Televíziót Erdei András tudósította Márkos rétről. Csak úgy, mint a romániai, a szlovákiai magyar politikusok is helytelenítik a Magyarok Világszövetségének kettős állampolgársággal kapcsolatos újabb kezdeményezését. Bugár Béla szerint a kérdés ismét megosztja majd a magyar nemzetet. Az MKP elnök egyébként fontosnak tartja a kettős állampolgárság intézményét, de úgy látja, hogy a kezdeményezést felesleges politikai feszültségkeltésre használják fel. Csáki Pál alelnök szerint az ügyben az országgyűlés feladata lenne dönteni. Az ENSZ biztonsági tanácsának tagjai között elvi megállapodás született az Irán elleni szankciók szigorításáról. Az erre vonatkozó határozattervezetről a testület közép-európai idő szerint késő este szavaz majd. A biztonsági tanács tagjai kompromisszumos megoldást találtak annak érdekében, hogy igazodjanak Dél-Afrika, Indonézia és Katar kéréseihez, miszerint hozzanak létre tömegpusztító fegyverektől mentes térséget a Közel-Keleten. All our colleagues work very hard together. Kollégáimmal nagyon keményen dolgoztunk, az egész tanács együtt volt. Elvi megállapodásra jutottunk a szövegről, így remélem egyhangú lesz a szavazás végeredménye is, közölte Emir Jones Perry, Nagy-Britannia ENSZ nagykövete. A tervezet szigorítja a biztonsági tanács által az urándúsítás felfüggesztését megtagadó Irán ellen decemberben elfogadott büntetőintézkedéseket. We hope now that Iran... Remélem, Irán jól fog választani, mert a határozat ismét választást kínál neki. Iránnak fel kell függesztenie az urándúsítást, és ebben az esetben felfüggesztjük a szankciókat, és visszatérhetünk a tárgyalóasztalhoz, fejezte ki reményét Jean-Marc de la Sablière, francia ENSZ képviselő. Tavaszi szárszói találkozó címmel a 2000 januárjában megalakult Népírók Baráti Társasága tartott megemlékezést. A szervezők és az előadók a hagyományépítés kezdetének nevezték az összejövetelt. A márciusi front főszervezői a népi írók voltak. Az elmúlt évtizedekben azonban nem a valóságnak megfelelően tanították a 70 évvel ezelőtt történteket. Ezért fontos, hogy megemlékezzünk róluk, mondta Dobszai Károly. Úgy tanították, hogy a népiek valójában segéderő volt a márciusi front megszervezésében, és a kommunista párt volt a fő szervező. Ez történetileg nem igaz, mert egyrészt a kommunista párt illegális párt volt, tehát nem kaphatott engedélyt. Az igaz, hogy a kommunista párt is támogatta a népíróknak a
kezdeményezését. A nagygyűlésen ismertették a front 12 pontját, amely tulajdonképpen a Horthy rendszer radikális megdöntését jelentette, tette hozzá az elnök. A márciusi front mindössze két évig, 1937-től 1938-ig tartott, de szelleme tovább élt. A magyar kultúra és tudomány értékeire, illetve ezek képviselőire akarja fölhívni a figyelmet a Magyar Örökségdíj, amelyet immár 46. alkalommal adtak át. Az elismerésről állampolgári javaslatok alapján titkos szavazással döntött a kuratórium. A Magyar Örökségdíjat évente négyszer adják át az arra érdemeseknek. Elismerésben részesült a Zeneakadémia, amelyet Batta András rektor képviselt az ünnepségen. Magyar Örökség kitüntető címet kapott a Szatmári Irgalmas Nővérek rendje, anyanyelvápoló életművéért Grécsi László nyelvész professzor, Kóka Rozália előadó művész pedig a néphagyomány megőrzéséért. Posztumusz díjban részesült Marek József állatorvos professzor és Rédei László matematikus, akinek tudományművelő szellemiségéért ítélték oda a kitüntetést. Lichtenberger György orvos professzor áldozatos gyógyító és jótékony szolgálatáért kapta meg a címet. Különösen jó érzés az, hogy figyelemmel voltak arra is, amit a határainkon túli honfitársainkkal kapcsolatban érzek, és amit esetleg őértük a határon túli, értelmezve ott a Kárpát-medencei régióban élő orvos kollégáink érdekében esetleg tehettem. Lichtenberger György azt reméli, hogy a Magyar Örökségdíj egy jel arra, hogy az orvoscsoport, amelyet létrehozott a Szent Rókus Kórházban, az aktív ellátás ottani megszűnése után máshol tovább folytathatja majd tudományos és gyógyító munkáját. Magyar kulturális hetet rendeztek az észak-finnországi Rovaniemiben. Az északi sarkörön fekvő város egyebek között arról nevezetes, hogy itt lakik a hivatalos télapó. A Rovaniemi arról is nevezetes, hogy több mint 8000 négyzetkilométeres területével Európa legkiterjedtebb városának számít. A ma véget ért Magyar Kultúrhetet a város önkormányzata, a Finn-Magyar Baráti Társaság helyi szervezete, illetve a Helsinki Magyar Kulturális Központ szervezte. A város híres egyetemén megfordulnak Magyarországról a finn nyelvet tanuló, illetve az idegenforgalmi tagozaton tanuló diákok is. Magyarország nekünk lapföldieknek a közismert nyelvrokonsági kapcsolatokon kívül nagyon érdekes uniós ország. Turisztikai szempontból a testvérváros Veszprémtől és Ajkától sokat tanulhatunk, mi pedig természetesen a télapó köré szervezett turisztikai tapasztalatainkat adhatjuk át, nyilatkozta híradónknak Eszkó Lotvonen tartományi alispán. A Magyar Kultúrhét során a magyar művészek komoly zenei koncertekkel, bábelőadásokkal, filmekkel, képzőművészeti, illetve fotókiállításokkal mutatkoztak be. Emellett az érdeklődők megkóstolhatták a magyar konyhaművészet remekeit is. A sok tapsi és köszönet, amit a hét során hallhattunk, egyértelműen azt mutatják, hogy a közönség nagyon elégedett volt a programokkal. Olyan dolgokat láthattunk, amilyenekkel ebben a városban eddig még nem találkozhattunk, mondta elégedetten Merja Tervo, Rovaniemi kulturális igazgatója. Az északi sarkörön március közepén a télapó háza mellett még javában túl a tél. Tőlünk pár kilométerre, Rovaniemi városában viszont a magyar kultúra igazi tavaszi ízeket csepegtetett a finn valóságba. Duna Televízió híradó, Rovaniemi, Cser Attila. Mérgezés gyanús madár és ragadozó tetemekre bukkantak a határőrök Békés megyében. Szeghalom közelében összesen 5 elhullott állatot találtak. Ez utóbbi esetekben a szándékos mérgezés lehetősége is fölmerült. Darú tetemek a szántóföldön. A madarakat 2 éve pusztították el, ez volt az elmúlt évtized